Sziasztok, Anna Mari vagyok. Sziasztok, Gergő vagyok. Sziasztok, Hanga vagyok. Sziasztok, Lali vagyok. És azért jelentkeztem a kollég utánpótlás képzésére, mert középiskolai éveim alatt is aktív részese voltam a közéletnek, így gondoltam, miért ne, itt is kipróbálom magam. Én azért jelentkeztem a kollég utánpótlás képzésére, mert friss egyetemistaként beszerettem volna kapcsolódni a lakóhelyem közösségi életébe, és erre az utánpótlás képzés megfelelő helynek tűnt. Amikor ide kerültem a kollégiumba, akkor szerettem volna a diákbizottság tagja lenni, ezért jelentkeztem az utánpótlás képzésre. Én már ősz óta segítem kollégiumom diákbizottságának munkáját, de hogy hatékonyabban láthassam el feladataimat, én is jelentkeztem az utánpótlás képzésre. Kezdetben attól tartottam, hogy nehezen fog befogadni ez a közösség, de kellemeset csalódtam, mert mindenki rendkívül közvetlen volt, a szervező és a résztvevők is egyaránt. A képzés során megtanultam a projekt és time management alapjait, amelyet úgy érzem, hogy a jövőben is hasznosíthatok. A csapatépítésre is nagy hangsúlyt fektettek a szervezők. Úgy gondolom, ez megkönnyíti a diákbizottságon belül való együttműködést is. A formális előadások után mindig lehetőségünk nyílt arra is, hogy kötetlenebbül megismerkedjünk egymással, így sok új barátság született. Az utánpótlás képzés során a kedvencém a szituációs feladatok voltak. Amit pedig a felvételiztetésről tanultam, azt már tomatoztathattam is az első éves felvételinél. A képzésen nagyon megtetszett a rendezvényszervezés, és mivel aktívan sportolok, ezért a sportrendezvényszervezésben veszem ki a részemet a diákbizottsági munkán belül, és most is azon dolgozom, hogy minél több kollégistát mozgathassunk meg. Rám már maga a képzés is rendkívül pozitív hatást gyakorolt, és szerettem volna, ha a következő évek jelentkezői is hasonlóan színvonalas programokon vennének részt. Így már több mint másfél éve én felelek a kollégium belül az utánpótlás képzésekért. A képzés után kommunikációs területen kezdtem el tevékenykedni, és már lassan egy éve a kollégium kommunikációs referensi pozícióját töltöm be, ahol sok érdekes kihívással találkoztam. Várunk téged is a kollégium utánpótlás képzésén!